Az akadályhajtáson minél rövidebb idő alatt kellett hibátlanul teljesíteni a pályát. A labda leverésért, az idő túllépésért is büntetőpontok jártak. A 800 méteres pályát betűkkel jelölték. Most ez egy kicsit idegen terep volt, hogy itthon voltunk, mert ugye eddig mindig más, hogy utazunk a versenyekre, és teljesen másképp viselkednek a lovak, mint amikor itthon csak edzünk, és egyedül vagyunk. Kicsit meglepte őket a többi fogat, a színpad, az egész dolog, kicsit más, hogy érintette őket, mintha elutaztunk volna. A legjobban a szabadkai Bunford Olivér teljesített, összesítésben ő állhatott fel a képzeletbeli dobogó első fokára. A szabadkai fogat elégedett a teljesítménnyel, és már a jövőbeli terveket szövegeti. Pillanatnyilag most az első helyen állunk. Lesz közben még, ha minden igaz, augusztusban egy Balkán-bajnokság Romániába, illetve terveink között szerepel, hogyha a Balkán-bajnokság úgy alakul, ahogy azt szeretnénk, hogy szeptember végén látogatást teszünk Szlovéniába, és elindulunk az európai bajnokságon. A verseny zökkenőmentesen zajlott, színvonalas futamokat láthatott a közönség, mondta Stipán Grisics, szabadkai nemzetközi bíró. Szép pálya, rendben van a pályával, mindent, ami körülött volna nekünk, hogy legyen csinálva jó a versenyét, minden jó volt. Szóval nagyon jó érzetünk mind. Nem csak én, hanem a kolléga, meg a kolléginő, aki dolgoztunk együtt. A fogadhajtó versenyek megtartásához szükség volt még egy pályára Szerbiában, Magyar Kanizsát pedig ideális helynek ítélte meg a Szerbiai Lovas Szövetség. Nagyon rövid időn belül kellett ezt mind összerakni, segíteni. Igaz, első rendezvény, egy ilyen jellegű, ami a lovakért, a fogatokért volt a központ. Én bízom benne, hogy ezt jövőre ugyanígy tudjuk folytatni velük. Az eseményre egész Szerbia területéről érkeztek versenyzők, akik népes közönség előtt mérték összetudásukat.